Tehát az este első mérkőzése. Landon Gardinerőt látjuk éppen a képen, és Jim McEwen, vagy hát ahogy ismerik őt itt a dárcos körökben, Chucky, ők kezdik majd meg az esti programot. Ezért a meccs esélyese Jim McEwen lesz, ugye azért őt már jól ismerhetjük a WDF és a korábbi BDO világából, 2021-ben megnyerte a British Classicot, 54 éves, és egy nagyon rutinos játékos, akinek egyébként PDC tapasztalata is azért bőven van, ami mindig sokat számít ezeken a versenyeken, mert talán a színpadon töltött tapasztalata nagyobb lehet. Mindenképpen, így van. Itt pedig Landon Gardiner, akit azért kevésbé ismerhetünk, új-zélandi játékos, ugye neki is regionális alapon volt meg úgymond a lehetősége, nagyon érdekes vele kapcsolatban, hogy hát valószínűleg, ha minden igaz, akkor neki nem volt még versenye Európában, vagy legalábbis pontszerző WDF versenye, biztos, hogy nem. Úgyhogy közel nem járt így a színpadhoz. Majd most kiderül, hogy mit tudott a színpadon, mert az egy más helyzet egy ilyen ember előtt játszani. Úgyhogy a ranglistán az a 26 hely, ami közöttük van, az nem biztos, hogy a valós képet tükrözi, meglátjuk majd. És akkor Landon Gardiner kezdi a meccset az első szetben. 60-nal. És elég összeszedetten kezd McEwen. 140-nel, gyönyörű. Megtalálja Gardiner is a triplát. 66. Azt mondjuk rá, hogy az elrontott 26. McEwen egyébként a PDC-ben indul a Players Championship fordulókon is hétről hétre, úgyhogy azért kézzelfogható tapasztalata van a legmagasabb szintről. Megverte például Ratajskit az idei szezonban, ami azért nem kis skalp. Nem bizony. 32 volt a dobás. Bent van az első. Ott a második is. 140 megint. Kiválóan kezd McEwen. 140, 137, 140. Így kell. Nagyon nagy a különbség, fent van még az egekben Gardiner, kiszáll a 84-ről. Lesz-e négy körös, nem volt még... 81, még mindig kiszállhat. Jó a tripla, 19. Ez és gyönyörű. Megvan. Impozáns kezdés, Jim McEwen-től. Igen. Meglátjuk, hogy Gardiner első pályán képes lesz-e hasonló játékra. Bocsánat, breakleg volt, igen. Igen. Gardiner kezdte az elsőt, úgyhogy most McEwen-é a kezdés lehetősége, és egy százas. Nagyon stabilan játszik McEwen. McEwen. Nagyon lassan dob McEwen. Mondjuk, hogy megfontoltam. Igen. Elvileg tudja meccs közben változtatni is a tempót. Igen, arról híres, hogy szokta is. Ugye az ellenfél jól áll. Megint volt egy triplája Gardinernek. A probléma csak az, hogy szektort is tévesztett. Yeah.
még egy százas. Igen, a második százas. Igen, a hangulat elég fagyos, pedig a játék nem lett. Hát még az este eleje van. Remélem. Sokan lehet ott ragadtak a pultoknál. Délután is azért ott a második, harmadik meccs környékén már jóval többen voltak. Igen, ahhoz mondjuk Gardiernek egy kicsit nagyobbakat kéne dobni, hogy izgalmas legyen, mert így nagy izgulnivalónk nincs. Egyelőre viszont McEwen dobja a nagyokat. És most? 135. Közel voltunk az este első 180-ához. Leteszi magát 106-ra. Megint volt egy tripla. Mellé kettő. Egy. 121. Egyes, és ott a második. Kiváló. Alakul ez. És dobhat kiszállót Jim McEwen. Ez csak 74 maradt a 32. De még lesz biztos három nyila. Hát izgulni valója nincs. Kellett volna legalább két tripla, hogy izguljon. A 26 megvan. 32. És megvan elsőre. Híra. A dupla 16, úgyhogy 2-0 az első szedben McEwennek. Rengeteg a szektor hibája Gardinernek. Hát a rutintalanság talán. És persze még a meccs elején vagyunk, de McEwen 107-es átlag a kétleg után, az nem gyenge. Igen, Gardiernek 63, az gyenge. Gardiner egyébként 2014-ben kezdte el a sportágat, úgyhogy sok ideje nem volt, de eljutott ide Lakeside-ra. És volt ebben a 8 éves időszakban 3 év, amikor egyáltalán nem dartozott, családdal foglalkozott egészen egyszerűen. És ugye nyilván neki is van egy civil munkája a darts mellett, és az volt az elsődleges prioritás. Most, hogy már nagyobbak a gyerekek, így belefér az, hogy többet álljon a táblánál. De azért egyre jobban játszik. Bizony. 134. Jött lent a két tripla. Második alatta. 140. 140. Hát nagyon jó. Tartja a 107-es átlagot. Ott a második. Na. 180! Hát Gardiner dobta az elsőt, pedig McEwennek eddig sokkal jobb volt a játéka. Na, 161-es kiszálló. Az már nem lesz meg. Hát ha Gardinernek ez erőt ad. Na 62-re mit dobsz? Egy hatost. Igen. 16-20. Nem. Már nincs kiszállón. Szektorhiba Gardinertől. Igen. 32-re kerekített. 65-ről viszont meg kivívjunk, ki fog szállni. Valószínűleg. Megvan a 25. Igen. Dupla 20. És elképesztő koncentrált Jim McEwen, fantasztikusan játszott az első szedben. Megmerem kockáztatni, hogy itt a Lakeside-i világbajnokság legjobb teljesítményét láttuk tőle. 107-es átlaggal fejezi be az első szettet. Úgyhogy elmegyünk egy rövid szünetre, és utána folytatódik a mérkőzés. Reméljük majd jó sok 180-nal. Hamarosan jön a második szett Landon Gardiner és Jim McEwen mérkőzésén. Egyelőre a skót nagyon-nagyon meggyőzően dárcozott itt az első három legben. Gardinernek tulajdonképpen lehetőségesen volt, duplára nem dobhatott. Egyszer volt egy szektorhibája, hogyha az nincs, akkor azért lett volna egy nyila arra, hogy meglegyen neki a leg, de végül ez nem jött össze, úgyhogy így folytatjuk majd, és azért érdemes lesz figyelni, mert a
Ugye McEwennek 107-es most az átlaga, és a legmagasabb átlag BDO VDF világbajnokságon Raymond van Barneveldé 103,83. Még a negyed döntőben dobta. Hát ha McEwen oda tud érni. Marad. Igen. 140. Nem rossz kezdés. Ugyanaz a koncentráció érződik McEwenen, amit eddig tapasztalhattunk. ...2021-ben British Classicot nyert. McEwen azért ez egy elég komoly rangos verseny a VDF sorozatban. És ott volt a Q School-on is, tehát megpróbált Pro Tour kártyához jutni a PDC-ben, az most idén nem jött össze neki. Keveseknek sikerül, sajnos. Ugye 5 olyan játékos van itt ezen a világbajnokságon, akik egyébként már a PDC versenyrendszerében játszhatnak, de mivel a Q School ugye előbb volt még januárban, ezért végül úgy döntöttek a szervezők, hogy elindulhatnak még itt a világbajnokságon, amit a Covid miatt eltoltak. 170-en van McEwen. Na, lesz-e legnagyobb kiszálló? Már nem. 121 volt eddig a legnagyobb délután során. 65-re teszi le magát McEwen. Gardiner viszont még az egekben. 296-ból nincs kiszálló. Kell még egy, hogy kiszálló legyen, és az meg is van. Minimális nyomást azért ráhelyez McEwenre. ...46... ...és a dupla 20. Megviccelheti Gardiner McEwent. Két triplás kiszálló. Két. Bizony. Egy megvan. Maradt az 56. Megremege McEwen. Nem. Bomba formában van. Ez egyértelműen érződik. Ez az első világbajnoksága egyébként McEwennek, bármennyire meglepő. De őt valóban lehet látni többször PDC versenyeken. ...140-nel kezd megint. A Challenge Tourban végzett a második helyen. Az nem semmi. Ilyen PDC-nek tulajdonképpen a második sorozata, vagy második ligája. Akiknek nincs Pro Tour kártyájuk, azok játszanak ott. 140-nel kezdett McEwen a változatosság kedvéért. Alatta van. Levált. Tripla mentes kör, ritka az ilyen McEwen-től. Kéne most már valami nagyot dobni a Gardinernek. Egy 180 már volt. Egy már volt, igen, még egy tripla kéne. Nincsen, 100-as, 259. Még ebben a legben még úgy, ahogy tartja magát. ...303-nál a 19-esen kezdett McEwen. 1.57-et dobott, 2.46. Most a 100 biztos, hogy nem jó Gardiennek, de remélem, hogy odafigyel rá. Oda, le is váltott. Nagyon helyes. 134. Kiváló. Kiszállón van. Bizony. McEwentől egy tripla elég lenne, hogy ő is oda kerüljön. Ja, még azért oda aprólék.
Így van, 100-as, 146-on van. 125. 125. Szép kiszálló, és most már kapunk. És kezdett is. Az igen. Okosan. Úrán. Így már nem fog kiszállni. Délután még nem kaptuk meg a kiszálló táblát. Most már mutatják nekünk. 146. Már nem lesz kiszálló. Kellett volna két tripla. Lehet, hogy nem látja a kiszálló táblát azért dobott mellé. 84, 62-t hagyott. Na, dupla 20. Megvan. Na, ide jó, megvan. Na. Már csak a 180-ja miatt is megérdemelte a Leggett Gardiner. McEwen kezdi a harmadik leget. Alatta a harmadik. Most így 140, csak egy 100-as. Harmadikra. 76-os, hát két szektort hibával. Életmentő volt az a tripla 20 a végén. Nagyon, igen, az nagyon kellett. McEwennek is egy szektorhiba. Megjön a közönség hangja is. Kipattant. Jó a váltás. Kétszer nagyon is. Jó. Gyönyörű. Kezd ez a kis kezdet izgalma Gardinernek eltűnni. Úgy néz ki, igen. Jó a második is. Bizony. 140. 236-ra megy le ezzel. Gardinertől kellene most a tömeg. Oda nehéz lesz a harmadikat eldobni. 57. Teljesen ugyanúgy állnak. Fej mellett azért McEwen kezd, és az nagy előny. Ha dob triplát. És dob. 136, kiszállón van, 234. Hát ilyen egy nagy súlyt helyezhet rá egy két triplás leggel, vagy egy dobás sorozattal. Vagy egy három triplás. Az a még nagyobbat, igen. De az már nem lesz most. Nem. Ez is szép. 140, bizony. 94-re jön le ezzel. Hey, nagyon jó. A McEwen, 136. Ki lehet róla szállni? Így már nem. És ott a háttérben látszott Gardineren, hogy mennyire motivált volt, látta az első rontott nyilat. Igen. Nagyon spanolja magát. 36-ot hagyott egy százassal. 94-ről ki kell szállnia az új-zélandinak. 93 még kiszállhat. 57 megvan, és a 36. És nincs meg! Viszont szépen kerekített 32-re. McEwen. Ez megvan. Az első nyilat rátette a drótra, és az besegítette a második nyilát, úgyhogy saját kezdését hozza McEwen. És hogy a Gardiner megnyerné ezt a leget, akkor McEwen fejezheti be második szettet. Talán minden legben eddig bedobta az első nyilát a tripla 20-ba McEwen, de most a másodikat is mellé teszi. 180! Na, ilyen jól még nem kezdett, azt hiszem. Igen, még a rendező kollégáktól annyi újítás kéne, hogy a 9-est is oda tegyék McEwen neve mellé, ha már sikerült elsőre megdobni. Jó a negyedik.
Az ötödiket elrontotta. Igen, négyig már eljutott Harrison is talán. Igen. Kádár László ellen. 2-21. Gardiner 3-53, nagyon le van maradva. És nem dobott triplát. Nem, 57-et dobott csak. McEwen egy jó kis százassal biztos pozícióba helyezheti magát. Meg is van az a százas. 2-96, nagyot kéne dobni a Gardinernek. Nagyon szurkolok. Gardiner. Hát ebből nem lesz így kiszálló. Inkább nem szurkolok többet, 26. Ez a Bed and Breakfast nevezetű 26-os. Majd, ha meghívom befejezte a leget, akkor ennek a tartalmát is elmeséljük. 96, tripla 20 kell. Úgy megvan. Van. És a dupla 18. A meccsért. Megvan. És meg is van McEwennek. Fantasztikus játék a skóttól. Egy leget engedélyezett Landon Gardinernek, akit azért szintén dicsérjünk meg, mert azért kihozta magából, igen, amit ki lehetett. Viszont az esélyes és a rutinosabb játékos is Jim McEwen volt, és a papírformának megfelelően megnyeri a meccset, ráadásul 100 feletti átlaggal. 101, igen. Ami nem akármi, de itt nem a Lakeside-i világbajnokság első napján rögtön egy 100 feletti játékot láthattunk az egyik játékostól. Úgyhogy McEwen ott van a legjobb 32 között, Aaron Turner lesz majd az ellenfele.